Helikopter körözött szerdán Nyíregyháza légterében, amelyből a szabálytalanul kanyarodó és előző gépjárműveket figyelték a rendőrök. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, a Nyíregyházi rendőrkapitányság és a készenléti rendőrség közös közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott. Az akció során a baleseteket okozó fő szabálysértéseket igyekeztek kiszűrni. Ide tartozik a gyorshajtás, az elsőbség, az előzés, a kanyarodási szabályok meg nem tartása, a követési távolság, a tilos jelzés figyelmen kívülhagyása, de ellenőrizik el a járművezetők ittas, illetve bódult állapotát is, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának az elmulasztását is ellenőrizik ezen ellenőrzés keretében. Az összehangolt akcióban a városnak több mint 20 pontján közel 50 rendőr vett részt. Az Orosi úton szinte minden arra járó járművet kitereltek és a vezetőket megszondáztatták, de más technikai eszközt is használtak. Technikai eszközök tekintetében mindent, ami rendelkezésre áll, azt megpróbáljuk bevetni az ellenőrzéseink során, így jelen vannak a szolgálati gépjárműveink, megkülönböztető jelzéses, illetve megkülönböztető jelzés nélküli járművek, használjuk a szolgálati motorkerékpárt ebben az ellenőrzésben, de bevetjük a rendelkezésre álló drónt is, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is segíti a munkánkat. Az akciót havi szinten több alkalommal is megismétlik majd Nyíregyházán és a vármegye más településein.